Egy történeti nevezetességű helyet mutatok fel az olvasónak. Ez a köröstegi váromladék, IV. László királyunk gyászos kimúltának közel helye. Fekszik Dél-Bihar megyének Körösszeg vagy Keresszeg faluja határában, a Sebes-Körös folyó régi szakadékai közt, Nagyváradtól nyugatra 3 mérföldnyi távolságra, Síkföldön. Feje egy teredelmes uradalomnak, mely csáki, ős és nevezetes grófi családnak sok század óta tulajdona. Országunknak e legrégi, egyszeres, mint hazánk kezdetétől fogva számos magasrangú férfiút adott család két tagja, egyik az erdélyi vajda, másik a székelyek grófja vagy hispánja, Zsigmond király korában Osztozván. Egyiknek ezen vár startozmányai, másiknak az ugyancsak Bihar megyében Szalárd és Szent Imre közt a Berettyó folyó partján levő Adorján vár, szintén tartozmányai vagyott ott osztályrészű. A Temes és Pest megyei ősi csákbirtokok közösben hagyatván fenn. 1654-ben Rákóczi György fejedelem előtt Csáki Ferenc, ifjabb Csáki István és Csáki László ellentmondottak annak, hogy Keresszeg község, mint az ő saját birtokuk, a hajdúvárosok sorába iktattassék, nyilvánítván, hogyha a keresszegi katonák hajdúi kiváltságokkal kívánnak élni, akkor őket ott lakni meg nem engedik. Innen lehet azt következtetni, hogy a magyar hajdulakosok kénytelenek lévén onnét el is költözni. Körösszeg tisztán olá lakosokkal népesedett meg. Az említett csákiak Rákóczi fejedelemnek ezen ellentmondásról bizonyítványában Illustrissimus ac Magnificus címmel és De Keresztség előnévvel neveztetnek, mely előnév tudatlanságból irathatott így Keresszeg helyett. Így hiba követtetett el azelőtt is, sőt azóta is, midőn a Magyarországgyűlésen hozott törvénycikkekben a csákiak keresztszegieknek iratnak, mely hibát némi középkori vallásos rajongó érzelem szülhette. A régi századokban, de csákinak írta magát ezen család. Egyéb iránt ma a nép könnyebb kimondás kedvéért Keresszegnek nevezi a falut. A rajzunkon látható Vártörönhöz közel fekszik Keresszeg apáti falu, mely szintén csáki birtok. Ennek határán, közel a Vártoronyhoz, őserdőség között nyugatra van egy szép kiterjedésű gyepes tér, melynek neve Kunülés. Itt állottak IV. László király kunjainak sátrai, e helyen lett a király kiegyésének áldozata 1290. évi július 10. napján Sváradon temettetett el. A körösszegi vártornyára visszatérve megemlítendő, hogy ezen 18 öl magas, aránytalan hatszögben épült, igen erős, 7 emeletes épület, az idő vasfogaival dacolni látszik. Fala kétújnyi vastagságú, kévés homlokkal vegyített erős mészer rakott, igen erős téglából van, melyhez hasonlóból csak e vidéken, Berettyóújfalu mellett a Herpályi pusztában létezett, s ma is fennálló egyik magas tornya épült. A körösszegi vártoron jelenleg megtárul, szolgál az uradalomnak, ez élból tétetett rá a közelebbi években a rajta látható deszkatetőt.